hogy akarsz menni, nem akarsz menni. Aki leszlovakizált, az esetleg maradhat ott. Hát szerencsére édesapám ugye nem szlovakizált le, de ennek ellenére mi például már nem került ránk a sor, de annak ellenére a fehér cédulánk megvolt, de mikor már elkerült volna a sor, akkor eltörülték, megszűnt a kitelepítés, vagy a lakosságcsere. Úgyhogy így maradtunk mink itt, meg még nagyon sokan mások. Máskülönben Rimaszombatnak a 98%-a 45-ben magyar nemzetiségű volt, most ugye 14-et írunk, és nem tudom, van-e 38%. Hát a fehér cédulát azt ugye postán kikézbesítették, mikor amelyik család megkapta, hát rettenesen el volt keseredve, hogy ugye a szülőföldet itt kell hagyni. Mindjárt összeszaladt a család, hogy ki kapott, ki nem kapott. Hát ugye a mi családunkban praktikusan mindenki kapott. Hát most képzelj el, hogy hogy érezheti magát, hogy itthon itt felépített, vagy vett egy házat, vagy felépített egy házat, ugye. Meg volt az, mert ezek mind iparosok voltak, esetleg kereskedők, úgyhogy napszalmasokat nem vittek ki. Azok maradhattak, mert a lapátot azt nem vették el senkitől. 46-ban még úgy volt, ugye, hogy szedték össze a magyar férfiakat, akiknek valami vagyonuk volt, meg valamiük volt, meg stb. Aztán vitték őket ki Oroszországba, Gulagba. Hát édesapám egyik testvérét is így vitték ki. Neki ugye a katolikus templomban, a Szentbét Rimaszombatban volt egy vasüzlete, hát őt is elvitték. 5 évig volt a Gulagba. Kint valahol Szibériába csapolták le a mocsarakat, és szedték a tőzeget. Úgyhogy mikor hazajött, hát egy olyan 180-182 centis magasságú férfi volt, de mikor hazajött, akkor 36 kilo volt. Hát gondolhassák, hogy hogy nézett ki. De aztán összeszedte magát, csak hát ugye a gulag rátette a bélyeget, úgyhogy 57 éves korában sajnos ő is meghalt. 18 vagonnal mentek ki. És 2 hétig a vagonba menni jobbra-balra, hogy hol is kötnek ki, hol is lehet, hol lesz hely, ahova mehetnek. 2 hétig voltunk a vagonban mi. A rimaszombatiakat mind a istálóba a lovak mellé tették, és oda vitték nekik csajkába a ennivalót. Azért borzasztó volt, mert nem tudtak ott főzni, vagy csináltak valamit. Mert láttam, mert ott voltam. Mindig elmentem megnézni, ugye nagymama nem engedett, de én azért kíváncsi voltam, hogy hogy élnek. Hát el lehet képzelni, hogy hogy. Mégiscsak itt születtünk, itt, mert végigélt az ember a kitelepülést, azt a megaláztatást, azt a, hogy mondjam, odaállni, hogy kapjon enni, ahol adták ezt a áttelepülteknek az ennivalót, hát ez egy borzasztó volt. Megmondom őszintén, hogy hallják, nagyon sok magyarországi magyar nem fogadott be. Ez igaz. És ez mindig így marad. Sokat jártam a határon át, ugye a lányomhoz már, de mindig éreztették azt, hogy szóval nem fogadtak úgy be. 45-46-ban bizony elég keserves volt itt magyarnak lenni, mert ugye a behurcolkodott szlovákok, azok ugye legszívesebben kiűzték volna innen a magyarokat, és itt voltak ezek a partizánok, akik, ha meghallottak valakit magyarul beszélni, például Bordásnét, meg több más asszont is, nem mertek kimenni a piacra se vásárolni, mert ha meghallották őket magyarul beszélni, akkor keresztet nyírtak a fejükbe, megnyírták őket, szóval nullás géppel keresztet stuccoltak a fejükbe, ugye? Mert mink nem tudtunk semmit, mink nem voltunk kiírva. Mert a faluban voltak, akik ki voltak írva, talán 15 család. De a mi nevünk nem szerepelt azon a listán. Úgy vettek bennünket, mint háborús bűnösök.
De hát mink egyáltalán nem voltunk azok. De azért mondom, hogy ki se voltunk írva, mert nem is szerepeltünk a listán. Reggel, mikor jöttek az autók, be akkor is mondták, hogy Lajos bátya, ne féljen magukat, nem viszik ki. Azt mégis mink voltunk azok. Mert ma annyira megharagudtak ottan a vezetők, akik jöttek a teherautóval, hogy senkit nem találtak-e otthon, vagy nem tudtak, nem tudom. Tehát akkor ma minket osztan, na ne pardon, ma a gyerünk pakolni, osztan vittek. Otthon hattuk a tehenet, meg a szénát, meg ilyen dolgokat, de amit ők, az emberek, amit meg tudtak fogni, aztán mindent összeszedtek, ott bepakoltak a teherautóba. És akkor gyerünk. Ez egy fél nap alatt történt. Úgyhogy rövid idő alatt történt az egész. Egyedül egy jó hízó disznót vittünk el magunkkal. De mikor vittek el bennünket, hogy elejéről kezdjem, hát az egy borzasztó volt. Téli időszak volt, és hideg volt nagyon. És beraktak bennünket vagomba. Márha szállító vagomba. Hát fasztunk. Igaz, de a nővérem Piroska, hát ő már olyan, hogyan mondjam, no, olyan csínos kislán volt, már ő nagyobb volt, ugye. Hát még kedvelt egy csendőr, akik ott voltak között, körülöttünk, ügyeltek azért valamennyire ránk, és hát láttak, hogy hideg van, semmi fűtés abban a vagomban, hát ő szólt az érdekünkben, hogy hozzonak egy kajhát, azt akkor legalább fűtsönek abban a vagomban, hogy melegen legyünk. Így aztán egy kis kajhába fűtöttek, de arra megint vigyázni kellett, hogy le ne dőljön, mert akkor kigyúl a vagon. Úgyhogy borzasztó volt. Mikor aztán kiértünk, negyedik napra, vagy ötödikre, oda tett helyre. A címét tudom pontosan mai napig. Jihlava, Nadolek, Csiszló 3, Morava. Ennyi volt a címünk. Ezt úgy betanultam, hogy mai napig így én ezt tudom. Édesanyámnak neki támadnak, hogy jaj, hát maga hozhassa a gyerekét is, meg így, meg úgy, meg amúgy. Hát miért? Jaj, én még mennyire rimankodtam, hogy hozzám, azt nem engedték, otthon kellett hagyni. Anyu még otthon akart hagyni engemet. Úgy beszéltük meg. Akkor édesanyám megfog egy csendőrt, azt mondja, ez nem tudta elhozni neki, nem kellett elhozni a gyerekét, én nekem meg muszáj, hogy elhozzam, itt kilódjon, törjön. No jó van, azt mondja, van-e kivel hazamennie? Van, hát, mert ott volt a sogrom is, mellétéből jött velünk. Akkor engem megtaszított, a csendőr elhajintott, még azt sem mondhattam anyámnak, hogy pa. Nem is láttam többet. Csak mikor majd ott jöttek haza. Szöktünk, úgyhogy nem hivatalosan, úgyhogy beszélni se nem beszélhetünk a vonatba, hogy ne tudják meg, hogy magyarok vagyunk. Aztán édesanyám hazajött, de ez mind lopva, vagy szökve. Klára maradt otthon édesapámmal. Klára, ő minden nap 2-3 batyúval jött be a postára. Úgy hordta haza, küldözte haza nekünk a holminkat. De ma a magyar iskola nem volt, szlovák iskolában. Hát ott bizony nagyon keserves volt, mert ugye nagyon sokan még azt se tudták, hogy Dobrigyen szlovákul. Egyáltalán nem tudtunk semmit. Na most ugye kezdtünk szlovák iskolába járni, hát ott döngölték belénk ugye a szlovákot. Hát ugye, ahogy mondtam, hát nem tudtunk szlovákul. És volt egy tanító, Klimentnek hívják, vagy hívták, azóta már fent mond, az ítélet szék előtt mond, vagy felel a tetteje, kimondottan egy szadista hajlamú ember volt,
aki élvezettel verte a magyarokat, ha meg, magyar gyerekeket, ha megszólalt, szihű, puhi, ami, szóval pofont, bajú, ezért a pályaszt húzta, a fülünket érte, meg nyaklevest, meg minden. Szóval ahol lehetett, ott osztotta ki a büntetést, amiért magyarul beszélünk. Van például egy ilyen sztorim, hogy át kellett alakítani az osztályokat. Hát akkor még ezek a régi fapadok voltak. Hát ugye a szlovák fiúk mentek az udvarra fotbalozni, mink meg a magyar fiúk tologattuk a padokat. És Szabópa Laci barátommal toltunk egy padot, aki azóta ugye szlovák hadsereg katonatisztje volt, őrnagyi rangba ment nyugdíjba. És az egyik tanár, hát ugye valamit mondtunk egymásnak, és az egyik tanárt nem vettük észre, hogy közel áll a hátunkhoz. Hát úgy meglángatta a fülünket, hogy normálisan felszakadt a bőr rajta, és elkezdtünk vérezni. Hát ugye, amikor én oda nyúltam, és megéreztem, vagy láttam, hogy véres a kezem, elkezdtem üvölteni, az futás haza. Hát édesapa, amikor meglátta, hogy mi van, hát ha édesanyám nem fogja meg, bejön azt a tanítót, talán nagyon veri. Szóval ilyen dolgok voltak. Aztán Vici Antibi barátommal, mikor megnyírták, hallottuk ugye, hogy megnyírták az anyáinkat, meg jobbra-balra akárkit, akit meghallottak magyarul beszélni, hát összefogtunk, az mikor mentők, vége volt a tanításnak, elkaptunk két szlovák kislányt, azt lenyírtuk a foncsikjukat. Hát ebből olyan nagy cirkusz lett, hogy majd kidobtak bennünket az iskolából. De aztán nem tudom, hogy mégisek meghattak. Na aztán nekem az volt a szerencsém, hogy ott volt egy tiszószi Gyemian nevezetű, Gyemian Janko bácsi, Leák Alappal előtte, nagyon rendes szlovák ember volt, és az édesapámban volt együtt katona. És lejött, azt megkérdezte, hogy mi a probléma. Hát mondta édesapám, hogy hát nincs semmi, meg vagyunk, de azt mondja, a fiammal van probléma, mert azt mondja, nem tud egy kukkot se szlovákul, és azt mondja, szlovák iskolába kell neki szeptemberbe menni. Ez körülbelül június vége felé volt, szóval már lassan kezdődött a július-augusztusi szünidő. Azt mondta neki, hogy semmi baj, pakolt be a gyereket, hozd fel hozzám, nekem van két fiam, és azt mondja, majd ott megtanul szlovákul. Hát úgy is volt, július elején összespakolták a pereputyomat, azt felmentünk Tiszószra, úgy, hogy én szeptember, vagyis augusztus talán 26-ai vagy 27-ig ott voltam ezeknél a gyemjanéknál, a két fiú között, hát bizony egész jól megtanultam szlovákul. A diákkori emlék az mindig megmarad. Kereskedelmi akadémiát Miskolcon végeztem. Úgy nem mondhatom, hogy rosszak voltak hozzánk. Nem, nem voltak. Csak ebben az iskolákban voltak olyan, na. És ez, hogy ha nem volt papírom, kitelepítési papírom, akkor ezt csinálta a rendőrség, hogy szöktem át. És ugye, mint szökött voltam az iskolába, akkor az ávósok vagy kik le akartak, vagyis be akartak csukni két hétre, engemet le akartak csukni, de kimentett ott a igazgató, a kereskedelmi igazgató kimentett, és akkor nem kellett csak tovább jelentkezni. Úgyhogy amíg én Magyarországon tartózkodtam, nekem minden hónapban jelentkezni kellett. Édesanyám mit maradt? Ő nem ment át, úgyhogy én utána legutoljára, amikor már vége volt az iskolámnak, jelentkeztem és hazaszöktem. De általában minden, na, ha volt alkalmam, akkor határbeszélgetésre megengedték, vagyis na, már úgy, ahogy. Jöttem, és így vittem, anyukám adta innen a dolgokat, és sajnos a Miskolci utcákon árultam a fésűket, meg ami akkor aktuális volt, ami kellett Magyarországon. Úgyhogy abból tudtam magamat föltartani. Nekünk diákoknak mindig a fölvidéki magyarok voltak, de hozzátették, hogy a fölvidéki Tótocska jöjjön kifelelni. Ez volt a szólításunk. Hát ez
Ott is aztán én internátusban voltam, kegyetlen, kaszárnyába. 18-an voltunk egy szobába. Enni nem adtak, csak a megfőlt babot, meg a megfőlt krumplit. Akkor éheztünk minden, törött ablakokban voltunk, borzasztó volt az internátusban, mert ott, mint kuláknak a lánya voltam föltüntetve. Na hát, nagyon nehéz volt. Nagyon sokat éheztünk. Itthon aztán bekerültem Pérsőcre, mert már ugye nagyobb voltam, ott megint szlovák iskola, a többi alaptanokat nem tanultam, mert hogy se beül Csehországba. Hát úgy se nem tudtam, még így se nem tudtam. Úgyhogy Pérsőcön se nem. Nem sok valamit tudtam még. Mondom, hogy az én osztályom az semmi se volt. Én mondhatom, hogy nem tanultam semmit se. Csak nagyon keves szavakat. Aztán még Klára, őt egy édesapám odatta egy családhoz, gyerekgondozóba. Hogy kis gyerek volt, meg volt olyan 3 éves kislanka is, hogy majd ő el lesz vele, hogy került hozzá édesapámhoz, nem tudom. Mellékes, de én minden nap bementem hozzá, hogy jöttem haza iskolából. Egyszer azt mondja nekem, hogy te, mi az a blázen? Mit jelent az? Mondom, miért? Hát én tudtam már akkor. Hát mondom, hogy bolond. Hát ez azt mondja, ez mindenre azt mondja, hogy ti blázen. Úgyhogy aztán ott is hátta. Minden nemzetnek van elitje, van közepe, meg van söpredéke is. Ezek közül a söpredékek közé említhetném meg Ácsot, aki magyar származású, de hogy benyelje magát a szlovákokhoz, hát serelosztója volt, azokból kifolyólag volt teherautója is. És egy éjszaka, hogy jó pontot kerítsen, vagy szerezzen magának a szlovákoknál, hát még vagy nem, még egy bordás nevezetű férfivel, meg nem tudom még kivel, már nem emlékszek, csak így, hogy izék mondták, lehúzogták a rimaszombati szobrokat. Drótkötelet köttek a nyakukra, a teherautóval meghúzták úgy, hogy mondjuk rimaszombatba lehúzták Tompa Mihálynak a szobrát, de ugyanígy lehúzták Blaha Lujzát is, a nemzet csalogányát, aki csak ugyan művésznő volt, és nem volt a politikához semmi köze, meg ugyanúgy lehúzták Ferenc Istvánt, aki ugye szobrászművész volt, tehát őnek is volt, és rimaszombat szülöttje, őnek is volt a politikához semmi köze. No de hát, ugye, hogy Isten nem ver bottal, mert ennek a bordásnak levágták utána az egyik lábát, hát a régi rimaszombat úgy emlégették, hogy le kellett vágni az egyik lábát, mert Tompa bokán rúgta. Hát ezt már csak úgy viccből mondták, de lehet, hogy volt valami igaz benne, hogy oda fentről bokán rúgta. És Ács is ugye megbetegedett, elég fiatalon meghalt, akiről mondtam, hogy ugye magyar létére, ugye ő adta az autót, meg ő munkálkodott azon, hogy lehúzzák a szobrokat. Még egy dolog volt, ami így nem smakkolt, vagy nem tetszett senkinek, hogy ugye érvényes volt ránk a Benes dekrét. A Benes dekrét, aki nem tudja, hát ennek csak annyit a margóra, hogy mikor megszületik egy gyerek, a magyar szülőnek a gyereke, egy anyának és apának, és úgy írják be az anyakönyvbe, hogy a nemzetisége a gyereknek magyar, már háborús, bűnös és egyúttal, jogvesztett, jogfosztott a Benes dekrét szerint. Így volt ez 94-ben, mikor kaptuk vissza, szóval én evangélikus vagyok, és Rimaszombatban van egy protestáns gimnázium. Építették a reformátusok és az evangélikusok adakozásból. Ezt 52-ben ugye a kommunista állam elvette, és 94-ben aztán a volt egy ilyen törvény, hogy vissza lehet kérni. Na hát sikerült is, de aztán Csémán
Csémán igazgató úr, akinek ugye nem tetszett, hogy hát kiment a láb alól a talaj, és ugye most már az iskolának az épülete nem a szlovák iskolájé, hanem a magyaré, hát feladta a bíróságra, hogy vissza akarja követelni a szlovák államnak a gimnáziumot. Erre az egyik okot beadta, hogy az volt, hogy a református egyház megvannak a papírok, mert nekem is van belőle, a bíróságról, majdnem szó szerint úgy van írva, hogy a reformátusok egy nacionalista horti rendszert kiszolgáló egyház, amikre érvényes a Benes dekrét, és a Benes dekrét szerint ugye az itteni magyarok jogfosztottak, megfosztottak minden joguktól. Ezokból kifolyólag ugye nem jár nekik visszaadni a gimnáziumot. És ugyanezt írta a evangélikusokra is, hogy ugye itt az evangélikus egyháznak a fele szlovák, a fele magyar, tehát és az itteni magyar félre is érvényes a Benes dekrét, ami szerint ugye mi az evangélikus egyháznak is a fele jogfosztott, mert magyarok ugye, és el kell tőlük venni, vissza kell tőlük venni az épületet, a gimnázium épületét, a hagyományos gimnázium épületét. Úgyhogy az utolsó tárgyaláson aztán a bíróság azt mondta, hogy jóvá hagyom a Rimaszombat, hogy a járási bíróság döntését, szóval, hogy megmarad a gimnázium a reformátusoknak, meg az evangélikusoknak. Úgyhogy ezzel aztán ma úgy, ahogy itt Rimaszombatban a csatározás megszűnt, a vagyoné, meg a mindené. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hát sajnos a szlovákokkal nem így volt 46-ban, mert mint evangélikusok, hát becsukták előttünk, a magyarok előtt a templomot nem engedtek be. Annak ellenére, hogy ha valaki elmegy az evangélikus templomba, hát megnézheti, hogy az egész templomban nincs egy szlovák felirat. Csak magyar, mert magyarok építették. Mikor aztán már azt mondtuk, hogy akkor betörjük a templom ajtót, akkor is bemegyünk, hát azt kinyitták, de nem engedték az orgonát, a kántort nem engedték, úgyhogy ugye az énekeket orgonaszó nélkül énekeltek, meg mindig akadt valaki, egy ilyen tanár, vagy aki elmondta a prédikációt, meg felolvasott a Bibliából. Szóval se papunk, se a kántorunk nem volt. Ez így ment egy jó darabig, aztán a Jóisten, ahogy mondani szokás, megkönyörült rajtunk, mert ide került egy Hrobony nevezetű tisztelendő úr Szabinovból. Na ő aztán elterülte a nemzeti gyűlöletet, és ugyanúgy bánta magyarokkal, mint a szlovákokkal.